Csekel Lajosné a település óvónője gyújthatta meg a negyedik gyertyát a kisvejkeiek koszorúján, a felújított művelődési házban. Farkas Jókai Noémi, a település polgármestere azt mondta, nagyon fontos lépés volt a korszerűsítés, hiszen ez az a hely, ahol az önkormányzat legfontosabb célkitűzésének, a közösség építésének tudnak helyet biztosítani. A kis településeken élő közösségek a művházban tudnak összejönni. A testületünknek a legfontosabb célja a közösségépítés volt, 2019-től ezt szeretnénk, és egy korszerűbb művelődési házba télen mondjuk programot szervezni jóval könnyebb a mai energiaárak mellett. A település az elmúlt időszakban több mint 50 millió forint pályázati forrást nyert el, és ebből számos beruházást hajtott végre, mondta átadójában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A kultúrházat újították fel 35 millió forintból, 15 millió forintból pedig útfejlesztéseket, illetve felújításokat hajtottak végre itt Kisvejkén. De az előző már ebben a ciklusban, önkormányzati ciklusban megvalósult beruházásokkal együtt azt mondhatjuk, hogy 70 millió forintos támogatást nyert el ez a falu is. A műfáz felújításának keretében nyilazárok újultak meg, korszerűsödött a fűtési rendszer, és tovább bővült a napelempark is. Tavaly óta év végén egy polgárát külön is díjazza a település. A falu kulcsát és ezzel a díszpolgári címet idén Dudás Mihály vehette át, aki évtizedeken át volt Kisvejke védőnője.